aki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt? Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és köszönjük szépen, hogy ma is minket választottak. Mielőtt bemutatnám mai vendégünket, engedjék meg, hogy megköszönjük a számtalan vagy számos e-mailt, telefont, SMS-eket, amivel a jó kívánságaikat fejezik ki, és hát megmondom őszintén, nekünk nagyon jól esik a szerkesztőségben, hogy néznek bennünket és adják tovább a híreket, és minél többen tudunk beszélni róla. Amit szeretnék itt megjegyezni, hogy messze nem áll szándékunkban befolyásolni a kedves televízió nézőket. Mi csak azért csináljuk ezeket a műsorokat, hogy valamilyen szinten egy kicsit ellensúlyozzuk az általunk félt neoliberális csatornákat, és a napi gondjainkról, problémáinkról beszélgessünk, és ezáltal hozzuk, visszük a hírt egymás között. És akkor most bemutatom a kedves vendégünket, Kis József urat, aki Angliából érkezett. Szeretettel köszöntöm. Nagyon szépen köszönöm, én is köszöntöm a nézőket. És köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Nem tudom, hogy mennyi ideig tartózkodik itthon, de hát minket ugye hajt a kíváncsiság, és szeretnénk tudni, hogy hogyan működnek a dolgok Angliában, mivel foglalkozik, milyen az élet Angliában, napjainkban. Az emberek sokat mosolyognak, és nem csak azért, mert én vezetek az utakon, hanem egy kicsit jobb a hangulatod át. Kedvesebbek, nyíltabbak, nincs az a stressz, feszültség, mint amit itthon tapasztalok. Én magyar ember vagyok, sőt, kiskohalasi lakos régóta. Én amikor csak tehetem a szabadságomat, itthon töltöm el, nagyon szeretek itt lenni. Vannak a gyerekeim, édesanyám, barátok. Meg én szeretek itthon lenni, olyankor mindig egy kicsit lehiggadok, megnyugszok. Persze oda át is, igen? Említette, hogy szeret itthon lenni, és itt a városban valamilyen társaságban hallottam, hogy önnek ki van téve a himnusz a lakásába, szobájából él. Hogy állunk ezzel a nemzeti érzelemmel, hogy ön azért mégiscsak Angliában, hány éve él Angliában? 8. éve már elmúlt. Hát akkor gondolom, hogy a nyelvi szinten beszél. Nem, de megpróbálom azért. Azért zavarba tudom őket még hozni mind a mai napig. Néha magyarul gondolkodok, és úgy kicsit úgy, hogy szóval fülig szalad a szájuk, hogy na, így még nem hallották. És igaz az, hogy kint van a himnusza? Igen, bizony. Én magyar ember vagyok. Az autómnak a hátulján rajta van a nagy magyar címer, tehát még a Nagy Magyarország címere. A brit mellett én magyar vagyok. Elfogadják? Nos, még egyszer volt egy osztrák rendőr, rákérdezett, hogy az miért van ott, és mondtam, hogy mert ragadós volt, és ott hagytam. Nem volt jó nagyon túl az angolja, én nekem meg az volt a szerencsém, hogy én meg a Velszi angolt vettem elő, és ő meg alig értette, hogy mit mondok, és zavarában mutatta, hogy menjek tovább. Szerintem ez volt az oka. De hogyha esetleg jobban bele akart volna menni ebbe a dologba, lehet, hogy lebírta volna kapartatni velem, hogyha esetleg rosszabb indulatú ember, de nem volt az. Szerintem ez az osztrák rendőr is érzékelte, hogy nem egy nyuszival van dolga, mint mi magyarok általában. Jó. Én azt hiszem, hogy valamennyiket az érdekre, kedves nézőket is, meg hát engem is, hogy feltételezem, hogyha kint van a himnuszon falon, akkor néha azért le is szokta énekelni, eldudra lesz az ember, hogy ilyen nemzeti érzelem mellett mi az, ami önt kihajtotta, úgymond Angliába, mert ha jól tudom, a Bristolba él, igen, a tengerparton, másik oldalon Wales, tehát elég messze vagyunk egymástól, tehát mi motiválta, hogy át kell települnie, hát én már a 8 éve Angliába, vagy Nagy-Britanniába. Nem ez volt az első ország, ahol megpróbáltam, de azt hiszem, hogy ez az az ország, ahol boldog vagyok. És ez a boldogulás. Először is a boldogulás, most meg ami ott tart, az, hogy boldog vagyok. Nyugodt vagyok, sajnos egyedül élek, de nyugodt vagyok. Kiegyensúlyozott vagyok. Elmegyek a munkámba, elmegyek dolgozni, és utána a főnököm, a menedzserem megköszöni a munkámat.
Az igen. Bizony. És hogyha például este elkezdem a munkát, kapok egy sluszkócsot, kimegyek, megnézem az autót, körbenézem lámpákat, fékeket, amiket úgy az ember megvizsgál, biztonsági berendezéseket, aztán kapok egy rakományjegyzéket, megkeresem hozzá a pótkocsimat, összeakasztom, ezt így mondják, nyerges vontatóval járok énként, és hogyha egy izzó kimegy, vagy az oldalon a pótkocsinak van 5-6-8 oldallámpa, és az egyik nem működik, akkor mi magyarok úgy egy kicsit olyan nagyvonalúan, vagy talán inkább hajszoltan, úgy el vagyunk vele, majd holnap megcsináljuk. Az én menedzserem azt mondta, nem, mi professzionálisak vagyunk, és minimális, hogy úgy is nézzünk ki. Menjél hátra a műhelybe, javítasd ki. Uh-huh. És gyere vissza úgy, hogy az autó biztonságos legyen, szép, tiszta, mosd le, és menj oda egyenesen, viseld az uniformisunkat, az egyenruhánkat, és mindig mosolyogj. Tehát, ha jól értem, akkor ugye megvan a bizalom. Igen. A munkaadó és a munkavállaló részéről is oda-vissza. Ez ugye magyarul azt jelenti, hogy Bristolba még van becsülete a munkának. Nagyon. Nagyon. Ez, ilyet nem illik kérdezni, de azért megkérdezem. Érdemben, fizetésben is megmutatkozik? Igen. Igen. Nagyszerű. Én elmondok egy nagyon egyszerű példát. Itt van, amikor Magyarországon voltam sofőr, mert én szóval itt nőttem fel, és itt kezdtem el a sofőrséget is. Felhívom a főnökömet, mondom, főnök, valami baj van, mert az első fék nagyon csikorog. És a válasz az volt, ne nyomd annyira. Uh-huh. Amíg odakin azt mondják, nem menj be a mérnökökhez, vagy a technikusokhoz, nézzék meg, mi a baj. Tehát többet örülnek vele. Nagyon. Sokkal többet. Nagyon. Hát, más a hozzáállása. Mondom, megköszöni a munkámat a menedzserem. Uh-huh. És hogyha még a legelején is, amikor megnézték, hogy vezetek, azt mondták, a vezetésre nincs baj, az angolom az nagyon-nagyon szegényes volt a legelején, uh-huh. és addig nem hagyott ott, nem fordult el tőlem, és nem láttam a szemébe az arroganciát, nem láttam azt, hogy ideges, hogy feszült, ötször mondta el, hogy megértsem, és amikor látta a szemem, hogy megértettem, köszönöm, ennyi volt, és elfordult. És akkor már biztos volt benne, hogy megértettem, tehát nem kell neki még egyszer időt szakítani rá. És működik. Igen, uh-huh. és működik. Uh-huh. És működik. Hát ezeket jó hallani, mert nálunk, hát és akkor egy kicsit védik, másabb. Egy kicsit másabb, meg a munka becsülete is ugye le van pusztítva. A következő kérdés talán az lenne, hogy ebben a gazdasági, vagy inkább pénzügyi válságban érezhető-e odakint, hogy kevesebb a munka, mert hát azért tudjuk, hogy Nagy-Britanniában aztán igen vegyes az összetétel, tehát ott a feketétől a sárgáig, a fehéren keresztül mindenki. Színes egy ország. Színes egy ország, igen, köszönöm szépen. Igen, hogy érezhető-e valami válság, nincs hatással rájuk, hogy mit hoz a holnap után? Nos, egy olyan momentumhoz érkeztünk, amit az itthoni felfogásnak szinte felfoghatatlan. Az angol normálisan heti fizetésből él. Megkapja a heti fizetését, megtankolja az autóját, és utána tudja, hogy még ennyit haladhat, és a többit meg már hitelkártyával fizet ki. Ha elveszti az állását, akkor se érdekes, mert tudja, hogy holnap megint lesz pénze. Hogyan? Bemegy a munkaügyi központba, vagy addig keres valami fekete munkát haverokkal, barátokkal, ismerősökkel. Ez működik. Míg Magyarországon mi rettegünk attól, hogyha nem megyünk be vasárnap dolgozni, már hétfőn nem kell kopogtassunk. Angliában, illetve a brit szigeteken, bárhol az egész szigeten, tehát ott van 4 vagy 5 ország, tudjuk, és ott ez úgy van, hogyha az ember elveszti az állását, vagy hétfő reggel korán, tudom, hogy 9, vagy még reggel 6 helyett 8-ra ér be, és azt mondja a főnökönnek, hogy bocs, de nagy volt a forgalom. Jó, semmi gond, csináld a munkádat. Ha ez folyamatossá válik, és ez már egy kicsit fárasztó lesz a főnökének, vagy a kollégáinak, akkor nem kirúgják, tehát nem sokkolják, itt nincs ez a stressz, hanem elveszik tőle a munkában töltött óráit. Tehát így visszább lép a fizetéséből, és előbb-utóbb elmegy.
Tehát nincs ez, hogy nincs ez a feszültség. Biztos érted, hogy mit akarok mondani. Hogyne. Nincs ez a stressz. Fogalmazunk úgy, hogy angol hidegvérrel kezelik ugye a dolgokat. Igen, egyébként ez a hidegvér, ez megint érdekes, hogy említed. Nézd meg, egy foci meccset, nem hidegvérűek. Nem, a legelőső meccseken nem. Igen, gyorsan zuhog az ököl ott is azért. Az előbb azért megragadt bennem, hogy mondod, hogy esetleg fekete munkából is megélhet. Ugyanon van emberek, mint itt. De van egyébként van fekete munka? Persze, van azért ott persze. Is. Hát, hogyne, ez is ugyanan ország, ugyanan emberek élnek ott is, van amelyik kicsit arrogánsabb, dühösebb, vagy éppen hazafibb. Például az egyik közvetlen szomszédom, az amikor ki kell töltsön egy valamilyen formanyomtatványt, akkor fogja a tollat így marékra, és így áthúzogatja. I am not British. Én nem brit vagyok. English. Én angol vagyok. Tehát ott is azért, mi meg magyarok, ugye mi magyarok vagyunk. És ők meg, igen, persze, persze, és legfeljebb mosolyognak. Sokkal kevesebb a szabály, sokkal kevesebb az, amivel korlátozzák az embereket. Egy nagyon egyszerű példa, ha kint veszek egy járművet, bármilyet, az átírási díj mindnek egy értéke van. Úgy értem, ugyanannyi a költsége. Magyar pénzbe 40-50-60 forint. Nem 1000? 40-50-60 forint, egy bélyeg. Be kell küldeni azt a darabját a forgalmi engedélynek, amivel ő kéri, hogy írják ezt a járművet a nevére. A forgalmi engedélye nagy dupla A3-as, széthajtott A4-es, és akkor különböző cikkek vannak benne. Kitölti a saját nevére, és elküldi a forgalmi engedélyt a gépjármű nyilvántartónak, és ő meg visszaküldi neki, ami nevére van kitöltve. Na nézzük csak meg akkor ezt a kérdést egy kicsit közelebbről, hogy sokkal egyszerűbb az ügyintézés, nincs akkor a bürokrácia, nincs, jól értem? Nincs. Nagyságrendeken kisebb? Amikor, bocsáss meg, amikor a jogosítványomat átirattam, magyar jogosítványt angolra, belekerült némi készpénzbe, egy fényképbe, és 30 perc. 30 perc? 30 perc. Tehát akkor elképzelhető, hogy nálunk baj van a bürokráciával? Túl van. Túl van. És hát ebből adódik, hogy állunk a politikával. A politikával? Politizáltok esetleg kint, vagy nem érdekel, vagy mint mondottad, hogy azért vannak nemzeti érzelmek, és foglalkoztak-e valamilyen szinten, vagytok-e többen magyarok bizonyos kolóniákban, érdekel-e a magyar események, érdekelnek-e benneteket? Igen. Igen. Igen, nagyon-nagyon összetartó nép vagyunk odakint is. Talán éppen ezért van az, hogy sokszor csalódottak is vagyunk egymásba. Bocsáss meg, itt azért meg kell jegyeznem a kedves nézőknek, hogy ez azért zene a fülünknek, hogy ilyesmit hallunk, hogy mennyire összetartanak. Magyar este, magyar nap, magyar húsvét, magyar bolt. Van azért. És az én tapasztalatom az, hogy az angolunktól függetlenül, hogy kinek milyen szintű az angol nyelve, attól azért mi szívesebben ismerkedünk. Ezt azért tudom így mondani, mert tehát én egyedül élek, és úgy jobban látom, hogy mi magyarok úgy hamarabb a saját honfitársainkkal ismerkedünk. És nem csak a nyelv miatt, talán inkább a kultúránk miatt. Értem. Lehet, hogy importálnunk kell az összetartást, egy csónakbevezést, esetleg angliai, magyar honfitársainktól, nem tudom, de érdemes rajta elgondolkodnunk. Ha megengeded, ide szúrnék valamit, például nagyon-nagyon fontos lenne azoknak, akik ebben a pillanatban, most már ugyan este van, de holnap után a parlamentbe ülnek a politikusaink. Nem vagyok nagy politikus, de őnekik kellene ezt egy kicsit átértékelni, hogy sokkal több fizetést kéne adni az állampolgáraiknak, akiket ők oda beválasztották, illetve akiket ők beválasztották, bocsánat, sokkal több fizetést kéne adni, mert az ember boldogabban költené el azt a fizetését, boldogabban vásárolna, és ezáltal az államnak még több lenne a bevétele, ugye áfa mondjam? Ahogy? És itthon is jobb lenne az összetartás. Most az a baj,
hogy az embereknek elfogyott a pénzük. És ezt nem az, erről nem az embereink tehetnek, nem az állampolgáraink. Itthon. Igen, itthon. Igen. Értem. Igen. Nem, hanem a politikusaink, azok, akik egymással úgy beszélnek a parlamentbe. Ilyet nem lehet mondani, hogy na majd orba váglak, meg olyan szavakat. Én, amikor itthon dolgoztam még, a 20 éve együtt dolgoztam egy műhelybe a kollégámmal, én tudtam, hogy idióta, de akkor is szebben beszéltem vele, mint ahogy ezek az emberek egymással beszélnek a magyarok szent házába, a parlamentbe. Hát honnan veszik ők a bátorságot? Igen, az érdekes felvetés, de azért hadd segítek egy kicsit. Lehet, hogy csak bent morognak, vagy szitkozódnak annyira egymással, és a háttérben meg esetleg történhetnek mutizások, meg esetleg közös vállalkozások. Hát azért erről is vannak hírek, hogy most az igaz-e, vagy sem, tudnál az ember bizonyítani, vagy sem. Ezt nem tudjuk. Hát ugye, mint tudod, de két új párt is van most a parlamentben. A Jobbik és az LMP. Így van. Figyelemmel kísérem én. Teljesen figyelemmel van kísérem, hát nagyszerű. Hogy mi lesz a vége ezeknek a pártoknak, már nem tudhatjuk. De hát azért mindenki szeretne valahogy érvényesülni, mondja magáét több-kevesebb sikerrel, de hát sokan így látják, így látjuk Magyarországon, hogy bocsánat, én így gondolom, hogy arra az egy napra 4 évenként szükség van a választópolgárra, és akkor utána meg sütögetik a maguk pecsenyét, hát erre ugye számtalan példát, meg bizonyítékot is tudnánk mondani. Bizony. Azt mondja az egyik honatja, miniszter, meg lehet élni 47 ezer pár száz forintból. Nos, nem hazudott. Meg lehet élni belőle. De én úgy gondolom, hogy az embereknek, akik őt odajuttatták, talán boldognak is kéne lenni? Igen, jó kérdés. Ugye, mert 47.500 forintból meg lehet élni, de akkor, hogyha tényleg az ember egy tanyán él, önellátó tanyán, tyúkok, disznók, mindenfelé röfegnek az állatok, és még a kutyán is van egy napelem, mondhatnám így, érted? És akkor a 47.000-ből az éppen elég azokra a kötelező kiadásokra, mint internet, vagy telefon, ami a modern korunkban szükségeltetik, ez már nem extra, ezekre szükség van. Az emberek tartják a kapcsolatot, és a füstjelek már egy kicsit kimentek a divatból, hát, meg a szél is erős. Igen. Szóval 47.000-ben meg lehet élni, de szerintem, aki ezt kiejtette a száján, ő nem száll ki soha az Audi 999-eséből, és nem zavarja őt az előtte haladó Trabant kék füstje, ami a kipufogójába kijön. Csak azt nem értem, hogy ha a Trabant füstje nem is zavarja, de nem zavarja őt a kátyú, az a rengeteg sok kátyú, amit az utakon van, amit azért ő is csinál, ugye? Igen. Ennek van egy másik oldala is a 47 ezer forintos fizetésnek. Valóban meg lehet élni belőle, én is azt mondom. De nem valóban. Nem lehet belőle boldogulni. Valóban, tanyán, nincs fogyasztás. Tehát tulajdonképpen, ha nekem 47 ezer forintos fizetésem van, akkor én ezzel a fizetéssel a környezetemet is pusztítom, mert nincs fogyasztás, nem pörgetem ugye a gazdaságot. Volt kint egy barátom a közelmúltban Székelyföldön. Fantasztikus környezetben, csodálatos tájak is, stb. Regélnek róla. Hát jártunk mi is Erdélyben egyszer-kétszer már, de annyira olyan nyomás alatt vagyunk, hogy ki kell menni a közeljövőbe, lehet, hogy még fölvételt is csinálunk. És ők a pénzt kint természetesen 100%-os magyar települések arra használják, hogy abban államszolgáltatást fizetnek, meg olyan járulékos költséget, amit ugye hát sajnos kénytelen. De viszont egymás között meg működik a cserekereskedelem és a bartel. Na most azért, hogy ez lesz a jövő vagy sem, hát majd egyszer elmondom én a véleményemet ezzel kapcsolatban is, de én azért látok rá esélyt. De akkor kanyarodjunk még vissza egy kicsit Bristolban,
hogy Angliában azért másként működik, foglalkoznak az emberek a politikával. Angliában... Nem jellemző. Nem, igazából nem jellemző. Nem. Tehát mi olyan szinten ugrunk mindenre, és nem tudom, hogy mi ennek az oka, hogy ennyire odafigyelünk. Angliában úgy nem jellemző. Sportszerűen jót nevettek most a legutolsó miniszterelnökön, aki lemondott egy kicsi dolog miatt. Sportszerűen jót kinevették, aztán majd jön a következő. Ez egy nagyon érdekes. A mostani miniszterelnökünk, ugye Cameron, Mr. Cameron, és ő neki a veszőparipája voltak a külföldiek, a bevándorlók. És így beszélgettünk, és a kollégáim ugye keletről, nem a angolok, mert ők ezt úgy nem érdeklik, tényleg nem. És a keletről jöttek a lengyelek, a szlovákok, a csehek, és kérdezték, hogy hú, hát mi lesz velünk? Hát ő most akkor, hú, most mi lesz velünk? És látom, hogy aggódnak. És akkor nézek rá, figyelj. Itt dolgozol, igen. Felszor a fizetés, igen. És ugye a fizetés, tehát ezen a fizetési jegyzéken rajta van egy olyan, hogy tax, adó. Igen, befizetett? Hát persze. Hát akkor miért aggódsz? Megkérdik az itteniek, úgy értem az ottaniak, megkérdik, te hány éve vagy itt? Mindig ebben kezdik az érdeklődést. Hány éve vagy itt? Ennyi éve. Ó, és mit dolgozol? Ez a munkám. Ó, tehát full time, tehát a teljes időben, igen. És ezzel el is mondtam mindent, hogy én adózok utána. És akkor ők is ezt mondják. Nem mindenki szereti az idegeneket, mert nagyon sokan vannak, akik a koronagyarmat országaiba jönnek be, és rögtön a benefitből, ez a családi pótlékok, meg ilyesmiből élnek. Ezt tényleg ők se szeretik. Igen, ott is van válság, mert bizony magyar pénzben 150 forintot ment fel, ott is egy év alatt az üzemanyag ára. De mellette én minden évben megkaptam, és nem csak én, hanem mindenki, a fizetés emelését. Tudod, az ottani rendszer így egészen dióhéjban azon alapul, hogy az állampolgárt ne kelljen gyógyítani, mert az drága. Valahogy megtartani azon a szinten, hogy tudja fizetni az adót, ne menjen a betegszabadságra. Ne legyenek mentális problémái. Ne legyen egyáltalán. Szíves terhe. Igen, igen, ne legyenek olyanok, hát mi magyarok irgalmatlan gyógyszerfogyasztók, mi szeretjük a gyógyszert. Ott nem. Uh-huh. A nemzeti gyógyszer az a mosoly. És ebből látok én itthon egyre kevesebbet. Ez nagyon szépen hangzik, és amikor leültünk ide az interjút készíteni, akkor még meg se fordult a fejembe, hogy ilyen jól működnek a dolgok. Kérdezem, a City of London-t ismerik-e kint? Tehát, hogy mire gondolok, a bankár központot? Nem tudom. Az igazság az, hogy... Vagy nem foglalkoznak vele. Inkább úgy értem, hogy nem foglalkoznak vele. Sokkal jobban, például most ugye a menő focisták, vagy ezek a színészek. És inkább ő nekik, hogy azért heti 130 ezer font, heti 200 ezer font fizetéseik vannak ezeknek az embereknek, és ez jobban foglalkoztatja a közvéleményt. Bocsáss meg, ezt szorozzuk csak is. Ne szorozzuk, ne, inkább ne. Ne? Nagyon sok pénz. Akkor legyen 4,5 millió, jó, oké. Okay. Igen, hetente. Igen, hetente. Hetente. Szörnyű sok pénz, és már hallottam olyanokat, például őket ez zavarja, hogyha ő gyorsan hajt az autójával, kifizeti a 60 font ez a... Bírságot. Igen, de ez olyan bírság, hogy ez mindig ugyanannyi. Igen. Tehát nem, a rendőr nem úgy megy oda, hogy na majd ennyi lesz, vagy annyi lesz, nem. Jó napot, uram, tudod, miért állítottalak meg? Igen. Én ezért téged riportállak, tehát fel foglak jelenteni, és ennyi lesz. Kérlek, innentől óvatosabban vezess, köszönöm. És ott hagy. Így beszélnek a rendőrök. Igen. Uh-huh. Igen. Elmondom, egy velem történt meg ez az eset. Egy kis, mentem dolgozni este 10-kor. Péntek este volt, ugye diszkónap, mert ott is vannak renitensek, ott se üresek a börtönök azért, ott is vannak balesetek. És két autó ment előttem, én motorral mentem, és lassítottak le, de már nagyon lelassítottak, kitettem az indexet, és megelőztem. Ez éppen, hogy csak súrolja. Nem lehet több autót megelőzni. De mivel mind a kettő állt le index nélkül, én úgy ítéltem meg, hogy nem tudom miért, és a rendőr
Akkor vettem észre, hogy a szembe lévő sávba ők megállították a forgalmat. És rögtön elém állt, és kitette a kezét. Mind a hárman lelassítottunk, ott mi el is álltuk az utat, és én avval a mozdulattal a szembe lévő sávba megálltam, leálltottam a motort, és mondtam neki, hogy ha azt akarod, hogy itt maradjak, akkor tudjál róla, hogy riportálni foglak. Tehát én akartam, én mondtam neki, én fogom feljelenteni, mert az előzés ez egy nagyon veszélyes művelet. És ő engem olyan helyzetbe állított meg, amikor én veszélyhelyzetet kreáltam azért, mert végrehajtottam az ő kézmozdulatát. Elnézést kért, átadta azt a kis névjegykártyáját, hogyha esetleg panaszt akarok tenni, és kérte, hogy menjek tovább. Velem történt meg. Volt már több is, de visszatérve az eredeti a válság. Igen. Érződik, felment az üzemanyagárak, az élelmiszerek, és talán a szolgáltatóiparban valamik. Amúgy én az albéletemre, amíg albéletbe raktam, ugyanannyit fizettem. Tehát nincs ez a szörnyű áremelések, meg ezek az új adók, amik mostan ki vannak találva, ez egyszerűen sokkoló. Hát ez idehozatosan is napi szinten van. Igen, látom. Éppen ma nézegettem is. De ahogy megpróbálom kikövetkeztetni, tehát Nagy-Britániában ez egész más helyzet. Eleve nem eurólapú. Igen. Ugye a fontban mérik a teljesítményt. A Nagy-Británia, ha jól tudom, többé-kevésbé önellátó olajban. Nagyon. Igen, exportál is? Nem, de a vezetők között van, a rengeteg tengeri kitermelések miatt. Igen, azt tudjuk, azt itt ide az az első tudjuk. Ötben benne van, de, lehet, hogy de a háromban. Nagy valószínűség, igen. Bőzony. Amit még ki tudunk következtetni, kedves nézőink, hogy azért sok gyarmat. Hát, hogy az angol világnyelv, tehát óriási lehet a kereskedelem, mert Bristol ugye nagy kikötőváros, feltételezhető, hogy működik a gazdaság, ahogy kell, jön az import, megy az export, tehát ha van cionista befolyás, ugye a Európa nemzetei fölött, akkor azt próbálom kivenni a szavaidból, hogy ott abszolút nem érezhető, mert egyenlőre még működik a brit gazdaság, és Cameron miniszterelnök úr joggal mond néha nemet az uniónak abban, mert hát az elmúlt hetekben, vagy talán már több mint egy hónapja is ugye nemet mondott nagy horderejű kérdésekben. Igen. Ugye? Jó, hát József, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. És további sok sikert, meg szép életet kívánunk Angliában. Annyit szeretnék csak még hozzátenni, hogy az angol, amelyik dolgozik, dolgozik keményen, pont úgy, mint mi magyarok. És nem mint mi keletiek, mert azért, hogy körbenézek, körülöttünk olyan keleti népek vannak, akik nem úgy dolgoznak, mint a magyarok. A magyarokat kifejezetten szeretik. Szeretik, ahogy mi beszélünk. Nem susog, nem csattog. Mi halkabban beszélünk, amikor angolok között vagyunk. Mi kultúráltabb nép vagyunk. Ez az én meglátásom. Minket szeretnek, mi keményen dolgozunk, még ha nincs is angolunk. Az angolokat szeretik. Etve a magyarokat szeretik az angolok, bocsánat. Igen. Ez is egy jó hír. Hát köszönjük szépen, mert is volt még rá 30 másodperc, hogy ezt el tudtam mondani. Még egyszer köszönöm szépen, további szép estét kívánok, kedves nézőink. Viszontlátásra egy hét múlva. Köszönöm. Aki mondja meg, hogyan kell élnem, ha bám azt mondta, ne bánts más. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottál. Valaki mondja meg,